Jó estét kívánok Önök a nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2020. szeptember 14-én. A mai adásban elsőként a Roma Hősök workshopra látogatunk el, majd a Harmónium Avató koncertből adunk egy kis ízelítőt, ezek után pedig Füleki László Szerelmem Toszkána című fotókiállításán nézünk körbe. Tartsanak Önök is velünk! Szűk körben emlékeztek meg a roma népirtásról a Hatáspont tanodában. A Független Színház Magyarország trénerei látogattak el Gyöngyösre, akik olyan roma kortársírók drámáit mutatták be, amelyek szereplői romák, a művek romákról szólnak, de nem csak számukra hordoz üzenetet. Ezen kívül interaktív foglalkozáson keresték a választ arra, hogy mitől is hős a hős. Világszerte 1972 óta, augusztus 2-án emlékeznek meg a holokauszt roma áldozatairól. A Gyöngyösi Hatáspont tanodában már hagyomány, hogy minden évben programot szerveznek ehhez kapcsolódva. A tanoda ebben az évben is nyitva volt és biztosította a szolgáltatását, ami elsősorban hátrányos helyzetű a gyermekeknek a segítés abban, hogy ne morzsolódjanak le az iskolából. Hát természetesen a járvány azért átírta a mi terveinket, így több olyan rendezvényünk is volt, ami a közösségépítést célozza, viszont nem tudtuk megszervezni. Eredetileg ez a foglalkozás augusztus 2-án került volna megszervezésre, ami ugye a roma népirtásnak a Európai Parlament által elfogadott megemlékezési napja. A járvány miatt itt mi inkább egy szűkörűbb megemlékezést szerveztünk, de ez már egy hagyomány a tanoda életében, hogy minden évben augusztus 2-án a roma népirtásra megemlékezünk, és ennek a történelmi hátterét megvizsgáljuk. Most tudtuk ezt összehozni, hogy egy kicsit nagyobb rendezvényt szervezünk, természetesen a különböző járványügyi előírások betartásával. Kíváncsian várjuk, hogy milyen beszélgetések fognak előjönni, és nagyon örülünk, hogy ez egy interaktív foglalkozás. Gyakorlatilag minden programunkban törekszünk az interakcióra, és abba, hogy ne egy klasszikus tanítási folyamat zajlódjon, hanem egy bevonulás megvalósuljon. A Független Színház Magyarország 2017-ben az első nemzetközi Storytelling Fesztivál után dolgozta ki a Roma Hősök című oktatási módszertant. Ez az első oktatási módszertan, amely nemzetközi szintéren is foglalkozik a roma drámairodalommal, színházzal, alkotókkal és hősökkel. Céljuk felhívni a figyelmet a roma drámairodalom értékeire, betekintést nyújtani Európa különböző országaiban élő roma csoportok életébe. A tanodában drámai hősök történeteivel, döntéseivel, nehézségeivel ismerkedtek meg a résztvevők. A foglalkozást Balogh Vivien és Marton András trénerek vezették. Ez egy olyan műfaj, amiben valójában mi csak kérdésekkel dolgozunk, és ugye azért látogatunk el különböző csoportokhoz, mert az ő véleményükre, tapasztalataikra vagyunk kíváncsiak, és ugye már maga a berendezkedésünk is ugye úgy épül fel, hogy egy nagy körben foglalnak helyet ugye a résztvevők, és ugye mi is. És mint ahogy mondtam, ugye kérdésekkel foglalkozunk. Most úgy fogunk bemutatkozni, hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy mi lenne az ő szuper ereje, hogyha szuperhős lehetne, és akkor megyünk majd egy kört, mondjátok el a neveteket, és hogy milyen szupererőt választottatok. A tanoda munkáját külföldi önkéntesek is segítik. Nikola Boszniából érkezett, 25 éves, politológiát tanult, és az elmúlt években Magyarországon élt és dolgozott. Angolból és matekból tudja segíteni a fiatalokat, és most 2 hét otthoni karantén után kezdheti meg szolgálatát a tanodában. Szeretném használni, amit korábban tanultam. Boszniában is önkénteskedtem civil szervezeteknek, és úgy gondolom, hogy segítség lenne, hogyha itt is közreműködök. Azt várom, hogy a napi feladatokban tudok majd segíteni a gyerekeknek, kellemes időt töltve így együtt, és segítve nekik az iskolai és mindennapi nehézségekben. Szerintem a hős azért hős, mert segít a gyengéken, és mert legyen délbasszú. Szuper, felragasztod Linci ide a plakátra. A workshop hatására a résztvevők remélhetően jobban megismerik egymást és a különböző roma közösségeket.
fejlődik a kommunikációs és vitakultúrájuk, nyitottabbá válnak az eltérő nézőpontokkal szemben, és javulnak együttműködési készségeik. Felújították a Szent Bertalan templom két harmóniumát. Az újjáépítés Sebestyén János harmónium gyűjtő és felesége Ludányi Zsófia kezdeményezte. A felújítást pedig Pék Csaba restaurátor végezte el. Az új hangszereket Tóka Ágoston junior prímadíjas orgona és harmónium művész szólaltatta meg, valamint az avató ünnepségen barokk zenéket adott elő az Akkord fúvós együttes. A Szent Mise után kezdődött a harmónium avató koncert a megújult hangszereken. Az egyik Köhler, a másik Zimmermann gyártmányú, középen pedig egy francia, Döbén hangszer látható, ami Budakalászról érkezett a koncertre. Felújításukat Sebestyén János harmónium gyűjtő és gyöngyösi származású felesége Ludányi Zsófia kezdeményezte. 20-25 éve nem játszott rajta senki, nagyon rossz állapotban volt, ezért azt gondoltuk, hogy fölkaroljuk ezt az ügyet, és akkor itt legyen két harmónium. Az itteni kántor úrral együtt egyeztetgettünk, hiszen ő neki volt az álma az, hogy ha nem működik az orgona, akkor legyen egy olyan hangszer, ami egy élő hangszer, tehát nem egy szintetizátor, egy műhangszer, hanem egy tényleg élő hangszer, és hát így szépen kialakult az, hogy akkor felújítjuk a harmóniumokat. A nagy templom harmóniumai nagyon romos állapotban voltak, ezért Pék Csaba elszállította és generáljavítást végzett rajtuk, tehát mind a bútor, mind pedig a hangszer részét kicserélte. Nulláról mindent meg kell csinálni rajta, tehát minden harmóniummal szinte, tehát ki kell csontozni, szétszerni teljesen apró darabokra a bútorzatát is. Hát körülbelül egy hónapos munka egy harmónium, tehát a bútor része van, illetve a hangszer része, tehát amikor fújtató javítás van, akkor ott minden esetben műhelyben való javítás történik, mert ez egy hosszadalmasabb munka. A harmóniumoknak két fajtája van. A koncerten a szívós és fúvós légrendszerű harmóniumok is megszólaltak. Mivel kevés kántor tud rajta játszani, ezért kevés helyen használják már ezeket a billentyűs hangszereket. Tóka Ágoston, orgona és harmónium művész mindhárom hangszert megszólaltatta. Mindig nagy öröm látni azt, hogy ezek a régi hangszerek, amin szinte már senki nem játszik és nem is tartják őket túl sokra, ezek megszólalnak és hirtelen kiderül mindenki számára, különösen a hallgatóság és a helyiek számára, hogy bizony ezeken nagyon komoly dolgokat is meg lehet szólaltatni. Kétféle harmónium típus van, és ezeket a szívó légrendszerű harmóniumokat, amik el vannak terjedve, ezeket nem tartják túl sokra, pedig erre is nagyon sok darabot komponáltak a zeneszerzők, amiket érdemes megszólaltatni, és érdemes meghallgatni őket. Bízom benne, hogy ezen a hangversenyen is ez kiderül. És hát van egy harmadik harmónium, ami most vendégeskedik ebben a templomban, illetve az egyházközségben is. Egy francia harmónium, ez viszont a harmóniumoknak a királya, vagy a limuzinja másképp mondva, és hát ezen pedig még inkább nagyon komoly koncertmuzsikát lehet megszólaltatni, ami szerintem újraírja majd erről a hangszerről alkotott fogalmakat. Thank you.
junior primadíjas művész után az Akkord fúvós együttes előadásában hallhattak egyházzenét a Szent Bertalan templomba érkező zenebarátok. A két felújított hangszerből a Zimmermann gyártmányú harmóniumot a Szent Urbán templomba szállítják át. Füleki László toszkán fotóiból nyílt kiállítás a Mátra Művelődési Központban. A fotós először 2015-ben, majd ezután még kétszer járt Észak-Olaszországban. A kiállított képek Firenzétől délre 4 megyében készültek. A tárlat szeptember 28-áig látogatható. Itt a Mátra Művelődési Központban nyílt egy fotókiállítás, Füleki László Szerelmem Toszkána című kiállítása. Laci, hanyadik kiállításod ez a mostani? Ha jó számom, a 7. Na akkor nézzük is meg, hogy milyen képeket állították ki ez alkalommal. Toszkána. Miért a kedvenced, miért a szerelmet Toszkána? Hát valamikor 4-5 évvel ezelőtt megláttam egy toszkánai tájképet, és az annyira megtetszett, tele volt ilyen mindenféle ívekkel, dombokkal, szép világításokkal. Mondom, egyszer nekem el kell mennem oda, és az egyszer ez 2015-ben következett be, és még utána kétszer mentem viszonylag hosszabb időre, és ezek a képek, ezeknek a látogatásoknak az eredménye, végeredménye, vagy kivonata, így is mondhatnám. Akkor ezek a látogatások alkalmával készültek. Hol voltál, merre felé, miket látogattál meg az út során? Ugye Toszkána az viszonylag nagy, tehát ilyen fél magyarországnyi, van neki 10 megyéje, és én Firenzétől délre 4 megyébe jártam, innen származnak a képek. Ez az első kép például, Borgo Santa Rita, ez egészen a keleti, délkeleti csücskében van Toszkánának. Ide kevéssé mennek erre a vidékre, de azért szerettem volna menni, mert hogy pont azért, hogy olyanokat keressek, amik nem szokványosak, amik esetleg később láthatunk, már ha szokványosnak lehet mondani, azokat a csodálatos dombokat, amiket majd később látunk. Ez egy hajnalba készült kép, felébredtem reggel 6 órakor, kinéztem és köd volt. Képes voltál kimenni olyan korán. És gondoltam, hogy kint ugyan hogy néz ki a táj. És így nézett ki. Ezek az ajtógombok és az árkád részlet honnan való? Az egyik Volterra arról híres, hogy az etruszkoknak az egyik fő városa volt. Ugye a rómaiak előtt etruszkok voltak a Toszkána helyén. Toszkána az etruszkokkal kapta a nevét is. És ez Volterrában egy nagyon régi város. Megmaradt a városmagja, és ott láttam ezt a gyönyörű ajtógombot. A következő pedig naplemente. Vagy jól sejtem, napfelkelte? Nem, ez napfelkelte. Szintén korán van, ahol éppen ilyen gyönyörű fénypászmák voltak a vidéken, és távolba fölsejlik az a jellegzetes kép a Toszkánában, hogy az épületek azok mindig a dombok tetején vannak, ezek a farmok, és ezért lehet sokszor látni olyan képeket itt is, ahol völgyek vannak. Tehát az ember településen ott van, akkor körbe mindenhol völgyeket lát. És ami még nagyon érdekes, hogy a tetőterasz, nekem ezek annyira tetszenek, a tipikus olasz és mediterrán hangulatot áraszt magából, maga a terasz is, meg a sok zöld is, a virágok. Igen, nagyon szeretik a zöldet. Ugye olyan városokban laknak, ahol egyébként kevés a zöld, tehát sok a kő, nagyon sok a kő, a tégla, a természetes anyag, de mindenhol letesznek valami zöld növényt, hogy enyhítse ezt a kemény anyagszerű környezetet. Úgyhogy itt is azt látni, hogy van egy kőépület, de a tetén kialakítottak egy teraszt, ahol és körbe ezek a zöld. És mit szoktak cikusok csinálni a teraszon? Kártyáznak, iszogatnak? Hát igen, szokás szerint. Az olaszok kényelmes emberek, nagyon szeretnék üldögélni, iszogatni, eszegetni. Sziasztalat inkább alszanak. Alszanak, igen. Igen, és utána éjfélig kinnülnek és beszélgetnek, és
csacsognak. Hát meg is jó minden. Az idő, tehát igen. 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 Ismét egy hajnali kép a következő? Igen, ez egy hajnali kép, egy olyan táj, ahol még nem kelt föl a nap. Tehát itt már fölkelt, itt még nem kelt föl a nap. És nagyon érdekes ugye, hogy ilyenkor a színhőmérséklet olyan, hogy minden a kék irányba megy el, és azért ez a kép, ezért ilyen fehér-kék. A Tartalék című képen az ott micsoda, mi lógott az ablak mellett? Ez jó kérdés. Csak nem ruha, száradó ruhák, vagy mi az? Hát... Élelmiszer, vagy mi? Akár élelmiszer is lehet, vagy valami trikó. Ja, hogy ezt te sem tudod. Vagy ilyesmi, nem tudom, ugye ezt távról láttam, csak ugye azt tűnt föl, hogy ugye kint tárolják azokat a dolgokat, amiket mi lehet, hogy bent tárolnak, de hát ők lazák és olaszok, és igen. Ők megtehetik. Amellett, hogy ott az alatt lévő képen láthatjuk, hogy ugye egy nagyon katolikus és nagyon-nagyon vallásos népről van szó, aki nagyon szeret a templomba menni, és tényleg sok a fiatal például a templomba is viszik igen. Őket, kicsi gyerekeket visznek, sírhat egész mise alatt a templomba, nem számít, pap nem szól bele sem. És akkor az élet, a tájkép után az élet, hogy zajlik arrafelé az élet, és mit láthatunk azon a képen? Zenész? Nem, ez egy báb. Bábos? Bábos. Ez egy nagyon híres San Gimignano, egy olyan város, ahol torony épületek vannak. Kőből építettek a középkorban hatalmas tornyokat. Azzal mutatták meg gazdagságukat, hogy minél magasabbra építették. Valamikor ilyen 60-70 darab ilyen torony volt a városban, most ilyen 12-13 van meg. És olyan, mint egy felhőkarcolók lennének, csak kőből építették őket. Píza? Ez a pízai torony környékén van, nem? Nem. Ugye itt a képen úgy vannak, hogy az első mindig a helység, és a második az, hogy milyen megyében van. Tehát, hogy akkor az egy földrajz, igen. Ez azt jelenti, hogy ez fönt van Toszkánának az észak-nyugati részén. Ez egy olyan kilátás volt, ahol a szállásom volt, és első nap kinéztem hajnalba, és ezt láttam. És az elhagyhatatlan kelléke az olasztálynak, a motor, a robogó? Igen, a moped, igen, amit Olaszországban találtak ki, és most is rendkívül népszerű, mert az olaszok, mivel kényelmesek, és nem szeretnek gyalogolni, inkább mennek egy kis mopeddel. Meg az elektromos roller mostanában, igen, hogyha észrevetted, igen, azt is imádják. Igen. Minden, ami elektromos. Pontosan. És hát a város részletek Cicával együtt. Igen, a szisztéma is úgy épül fel a kiállításon, hogy van egy tájkép, és köztem mindig egy városban fotóztam képeket, hogy együtt lehessen látni, hogy az életnek a különböző részei hogy élnek egymás mellett. Itt az utolsó képen egyébként magasom. Nem tudom, ez is olyan volt, hogy egy olyan településen voltam, szembe ez a része, ami fönt volt a domnak a tetén. Ez is szintén reggel volt, és éreztem, hogy ha fölmegyek egy bizonyos magasság fölé, akkor ott már sütni fog a nap. És ez a szállástól volt, vagy 15-20 km, elmentem oda, és tényleg gyönyörű volt. A madarak itt köröztek mindenhol, és egy felhő tenger volt. Szisza a hangulatot egyébként. Na, ennek a falnak vége, de van még egy fal részletünk. Esti fényben is megörökítetted ezt a tájat, igen, ami igen, gyönyörű. Ez egy tufa ez város. Ez a tengerparti rész, ugye? Ez már ott van. Nem. Milyen érdekes. Ez is felhő és pára, amit látunk, köd itt mellett. De érdekes. Tehát nem tenger nem van. Nem tenger. Tehát ez egy tufából épült város, van 2-3 ott Toszkána délkeleti részén. Ugye ez a tufa az a fajta könnyen megmunkálható kőzet, ami nálunk is van, egy Szomolya környékén, de itt az egész város erre a sziklákra épült, és gyönyörű, mindenkinek tudom ajánlani, és így kivilágítva még szebb. Nagyon látványos egyébként. A következő képek szintén természet, városrész.
hát a lankás völgyek azért jellemzik azt a térséget. Igen, nagyon jellemző, hogy ott a földek valahogy nem síkség, hanem ilyen dombvidék, és a dombok sem, nem ilyen sima dombok, hanem ilyen lankás mint gyönyörűen hajlik, hullámzik, és ez nekem nagyon kedves, ez a sok hullám. Na hát véget értek a falak, legalábbis ez a része, most megnézzük a többi falat, hogy milyen képeid vannak a többi falon. Mi volt a koncepciód, mely képek kerültek erre a falra? Erre a falra gondoltam, mivel ez a része a befejező része, tehát hogy valamilyen átmenetet képezzen a vége felé. Általában ilyen természet alapon szoktam összerakni a sorrendet, hogy valami sötétbe végződjön, vagy a napszak, vagy valami fajta elmúlás, vagy attól, hogy milyen téma. Úgyhogy próbáltam azt szerint menni, hogy egyre sötétebb tónusú képeket rakjak ki, és hogy mint ahogy indultunk reggel hajnalba, hogy valamilyen éjszakába érkezünk meg. Akkor ezek már délutáni képek? Ezek már délutáni képek. Itt is megvannak a vonalak, de már picit laposabbak, a zöldek ott vannak. Ez egy olyan város, ahol nem tudtam bemenni autóval, meg kiderült, hogy az egész települést angolok és amerikaiak vették meg. És nem mehettem, de gyalog bemehettem, és valóban mindenhol láttam, tehát angolul beszéltek mindenhol, gyönyörű olasz udvarházakban, olyan házakon, ahol kint voltak a hercegi címerek, tehát az olasz családoknak, hercegi családoknak a címerei, nem furcsa volt látni, de az épületeket nem változtatták meg, tehát minden ugyanaz maradt. És arra kaptál magyarázatot, hogy miért vették meg az angolok? Hát ugye... Gyarmatosítás, vagy ilyesmi? Nem, hát ugye Toszkánának már a 60-as, 70-es években is komoly híre volt, és sok külföldi vett birtokot azon a vidéken, és azóta is. Tehát tehát ha nem tudom, olvastad a Napsütötte Toszkána című könyvet, amiből a filmet is csinálták, az is arról szól, hogy egy amerikai megvesz Toszkánába egy birtokot. És van egy este, amikor például hozzá hasonlókat hív meg, akik szintén a környéken vettek birtokot. Tehát azért sok külföldi vett Toszkánába birtokot, ez is az egyik. Ilyen. És akkor itt élnek, vagy csak ez egyféle nyaraló birtokszerűség? Szerintem van, aki nyaraló, de látszik a házakon sok olyan, hogy ott lakik egész évben. És a fa, az egy fa, ez nagyon sok fotós megihlet, az egyedülálló fa, igen. Kálnál is van egy, azt is nagyon sok fotós megtalálja. De te is megtaláltad Toszkánában a te fádat, úgy látom. Igen, és itt látszik az árnyékról, hogy már itt megy lefelé a nap. És érdekes ugye, mert itt ezt a zöld növényt, ezt aratták le, és azért csíkos az egyik oldal, odáig van learatva. És ez olyan vizuálisan, ez ilyen jó nézett ki, és azért fotóztam le. Nagyon érdekes, igen. Ez pedig, mintha tükrözve lenne. Igen, ez egy templomnak a teteje, a Santa Maria Maggiore templomnak a teteje Sovanába, ami szintén egy tufaváros, három van, Pitigliano, Sorano és Sovana, ez a három tufaváros, amit mindenkinek ajánlok, nézze meg, mert nagyon, nagyon szép, és ahogy fölnéztem, nagyon érdekes volt, megtetszett. Tehát ez a kicsit nyolcas alak, ami itt látszik, és az a világítás különbség, az a fényárnyék játék, ez nekem nagyon megtetszett. Mint a középen tükrözve lenne nekem, ez olyan egy kicsit ez a kép, de nincs. Igen. De nem, mert majd picit megnézzük, igen. Ugye nem szimmetrikus. Igen. Na itt már a délutáni fények, itt már igen. Nagyon érződnek igen. Ezen a képen szerintem. Igen, itt látszik, amiről sokat lehet beszélni, hogy alapvetően fönt vannak ezek a farmok, amit már legtöbb esetben turistaszállások fönt vannak, és
meg lent is vannak ezek a házak, és itt erre a házra gyönyörűen rásütött a délutáni nap, és a lankákra is, ami ott mögötte volt, és ez kívánatos volt a fényképezőgépem számára azért. Igen, meg a szemed számára. Átjáró egy kis városrészlet. Igen, ezt már azért raktam ide, mert hogy kicsi képletesen, hogy ez már az átjáró az éjszakában. Ez az egyik szintén Tufavárosban, sok ilyen kis sikátor van, átjáró van, és olyan érdekes jelek, például, hogyha ott megfigyelőd, van egy ilyen napnak is mondhat, egy kör van, kör van ott, hogy ami az ott jelenthet valamit, tehát egy kicsit ilyen titokzatos dolgok vannak itt, és lehet ott barangolni ezekbe a Tufavárosokba. És hát az utolsó képed a lenyugvónak. Igen, amikor már a nap már nincs is jelen, igazából már a nap lement, csak itt a szembe levő felhőket világítja meg, és azért vannak ott színek, és a táj már ilyen sötét, zöldbe burkolózik. Nagyon szép smaragdzöld színű a táj egyébként, a lanka. Úgyhogy ennyit sikerült kirakni. Igazából nem tudtam mindent kirakni, mert nem fért. Nyilván, persze. Hát további sikeres munkát kívánunk neked, aztán menjél minél több helyre, és akkor hozzál onnan is kollekciókat, kép, montázsokat, és akkor csináljunk belőle kiállítást, mi itt leszünk akkor is. Igyekszem. Ennyi volt a Nézőtér mára, köszönöm a figyelmet, legközelebb egy hét múlva találkozunk, akkor is várom Önöket a térség érdekes kulturális eseményeivel. Hogyha témajavaslatuk lenne, az pedig a szerkesztőség @gyongyostv.hu címre várom. Legyen szép hetük, a viszontlátásra!